A véletlen hozta úgy, hogy Perisic Irma az emberi sorsokkal kezdett foglalkozni. Mint fogalmaz, tisztelettel és alázattal hallgatja meg azokat, akik hozzáfordulnak. A hét nap heti lapban megjelenő rovat sokak számára lelki segélyszolgálat, mert könnyebben fel tudják dolgozni a velük történt tragédiákat, ha elmesélik. Irma néni azt mondja, mindig is jól tudott hallgatni. Nagyon sokan jelentkeztek, hogy jaj, tudja én nekem is, jaj, mi minden történt az életemben. És így indult a sorsok. És akkor jött az egyik hét, a másik hét, és akkor már annyi volt az olvasó, aki azt akarta, hogy megjelenjen a sorsa, hogy egy 21 évet megélt rovat lett belőle, ami azt hiszem, hogy töretlen népszerűséggel még mindig az egyik a legolvasottabb részének a hétnek. A hét nap idén 75 éves, ennek kapcsán kötetbe foglalva megjelent Perisic Irma írásainak válogatása. 75 emberi sorsot ismerhet meg az olvasó. Én kimondom, hogy én nekem mindegyik a szívemhez nagyon közel áll, egyébként nem tudtam volna őket így megírni. Tudja, voltak olyan nehéz helyzetek, olyan nehéz, szomorú, kétségbe ejtő esetek, amiket napokig rágtam, hogy hogy írjam meg, egyáltalán meg tudom-e írni, és hogy az lesz-e, amire föl kellene hívni az olvasó figyelmét. Perisic Irma írásai a Hét nap sorsok emberek című rovatában 2000 óta folyamatosan heti rendszerességgel jelennek meg.